Köszöntöm Önöket, ez itt a Kék Lámpások a Köztérben című műsor, ami minden hónapban egyszer jelentkezik itt a Fehérvár Televízióban. Még mielőtt azonban rátérnénk a mai témáinkra, nézzük a rendőrségi felhívásokat. Jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Munkatársaim lopás miatt keresik a képen látható férfit, aki egy október 10-én Székesfehérváron egy Berényi úti kerékpártárolóból biciklit lopott. A férfi átlagos testalkatú és magasságú, a bűncselekmény elkövetésekor sötét színű baseball sapkát, sötét színű melegítő alsót és felsőt, valamint piros kesztyűt viselt. A most látható nő december 15-én délután egy székesfehérvári áruház ruházati üzletéből pénztárcát tulajdonított el. A bűncselekménnyel összefüggésbe hozható nő 50 év körüli, szemüveges, átlagos testalkatú, rövid szőkehajú. Kollégáim egy december 7-én történt súlyos sérüléssel járó baleset kapcsán szemtanúkat keresnek. Székesfehérváron a Palotai út és a Halász utca kereszteződésében egy fehér színű gépkocsi elütött egy kerékpárost. Információink szerint egy szürke színű Peugeot 206 típusú gépkocsi utasai információval rendelkezhetnek a baleset bekövetkezésének körülményeiről. Várjuk, hogy jelentkezzenek. Egy ismeretlen személyazonosságú férfi azonosításához is állampolgári segítséget kérünk. Székesfehérváron a Gödör utca végén 2015. október 5-én került elő egy holttest. Az elhunyt körülbelül 185 cm magas, 40-50 év közötti férfi. Jobb felkarján kobrát ábrázoló, míg a bal alkarján ördögfejet ábrázoló tetoválás volt, és a most látható atlétát viselte. Aki a képeken látott személyeket felismeri, vagy az említett eseményekkel, személyekkel kapcsolatosan bármilyen információval rendelkezik, kérjük, hogy jelentkezzen személyesen a Székesfehérvári rendőrkapitányságon, vagy hívja a 0622 541 600-as telefonszámot, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 107 vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. Segítségüket előre is köszönjük. Viszontlátásra! Öt évesre csökkent a Fejér megyei rendőrautók átlag életkora, mert hogy az elmúlt napokban 65 gépjárművet vehettek át az egyenruhások. Tiszteleg! A megyei rendőrfőkapitánynak tisztelegnek az egyenruhások, ugyanis a tábornok adta át a járőröknek azt a 65 új autót, melyet ezen túl a mindennapi munka során használhatnak. Mint ezt Varga Péter elmondta, a beruházás óriási előrelépés jelent az állomány számára, hiszen a legkorszerűbb autókkal biztonságosan tudnak dolgozni. A fényhídra nem csak villogókat szereltek, ha szükséges, ledes információs tábla is segíti a rendőri intézkedéseket. Az autók átadási ünnepségén a Sárbogárdi térség egyik országgyűlési képviselője bejelentette, a városban 2018-ban új rendőrkapitányságot építenek. A telket a helyi önkormányzat biztosítja, a 900 millió forintos beruházást pedig a kormány támogatja. Az az épület, amiben jelenleg dolgoznak a hivatásos állomány, illetve a polgári alkalmazottak, az épület az 1900-as évek elején épült, és abszolút szerintem már nem alkalmas arra, hogy a 21. századi igényeknek megfelelő rendőrkapitányság legyen. A rendőrfőkapitányság összesen 65 autóval gazdagodott, és a megye minden kapitányságára jutott belőle. Székesfehérváron több mint egy tucat állt szolgálatba. Fejérben a járműállomány átlag életkora a fejlesztés miatt 7 évről 5 évre csökkent. Ennyi kék lámpát, illetve kék lámpást talán sose lehetett látni egyszerre, mint az előbb a képeken. Varga Péter rendőr, tandártábornok, Fehér megye rendőrfőkapitánya a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a nézőket! Volt-e már ekkora beruházás a megyei rendőrségen, hogy egyszerre 65 kocsit kaptak? Nem, emlékszem ekkorára, tehát ilyen nagyságrendűre, de azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon komoly és nagyon jó dolog, és egy óriási szakmai előrelépés. Tehát az, hogy az én kollégáim új, korszerűen felszerelt, biztonságos autókkal közlekedhetnek, amik gyakorlatilag a kor követelményeinek mindenféle szempontból megfelelnek. Ez egy nagyon fontos dolog.
Mire használják majd ezeket az autókat, és kik milyen munkakörben, hogyan láthatják majd ezeket a székesfehérváriak, illetve a fehérmegyeiek? Hát ez a 65 autó, ami érkezett hozzánk, ez rendőrségi jelzettel ellátottak, tehát az egyenruhás állomány közterületi szolgálatra fogja ezeket a gépjárműveket használni. A járőrök, körzeti megbízottak, baleset helyszínelők lesznek benne legtöbbet. Kisbuszok is érkeztek, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogyha a nagyobb létszámú rendőri egységeket kell mozgatni, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy tényleg professzionális módon tudjuk a feladatainkat ellátni. Mennyire mások ezek az új autók, vagy mitől más egy jobb autóban, egy új autóban ellátni ezeket a szolgálatokat? Milyen idősek voltak az autók Fejér megyében, és mennyiben sikerült helyrehozni ezt a gépjárműparkot? Hát ezzel az amortizációs cserével, ami ugye két nap ezelőtt 65-öt kaptunk, de még 5 vissza van, tehát még az elkövetkező időkben még 5 darabot fogunk kapni ilyen rendőrségi jelzettel ellátottat. Az átlag életkora mintegy 2 évvel, 7 évről 5 évre csökkent a gépjárműparkunknak. Ezek a nagy része a felváltja azokat az opeleket, amiket mintegy 4 éve láttak már feladatokat itt a megyében, meg ugye az országban is. Újak, korszerűbbek, biztonságosabbak, nagyobbak is, tehát mindenféle szempontból azt gondolom, hogy az állománynak nagyon pozitív előrelépés, illetve ami a legfontosabb az, hogy méretüknél fogva, meg kialakításuknál fogva a felszerelés teljesen jól, kényelmesen elhelyezhető, minden kézre áll, a lövedékálló mellényeknek külön fakja van hátul a csomagtartóba, a baleset helyszínelésre használt szánt autóknál ott is sokkal jobban el lehet az eszközöket helyezni, mint a régiekben. Én civilként azt mondom, hogy ha nekem 5-6 éves autóm lenne, hát akkor nagyon boldog lennék, és tulajdonképpen az olyan, mintha nekem legalábbis új lenne. Azért a rendőrségnél úgy gondolom, hogy más a helyzet. Miért öregednek gyorsabban az autók? Hát teljesen más, mert ezeknek az autóknak a nagy része 0-24 órába jár, megy, nem kevés távolságot, tehát itt úgy lehet számolni, hogy azért havi szinten körülbelül egy olyan 4-5 ezer kilométert futnak ezek az autók, tehát azért 3-4 év alatt már 200 ezer kilométer fölött van bennük a futás teljesítmény. Akkor ezeket azért használják. Van elég ember egyébként ez a sok-sok új autóhoz? Hát ez természetesen. Létszámilag azt gondolom, hogy alapvetően jól állunk, tehát minden feladatot el tudunk látni, és hát itt ebben a megyében azért van bőven rengeteg ugye a biztosítási feladatunk, nagyon sok a mérkőzés, a sportrendezvény, úgyhogy mindenünk van. Székesfehérváron nem régiben a Székesfehérvár önkormányzatának támogatásából 3 új autót kaptak a járőrök. Ez azt jelenti-e, hogy akkor ebben a csomagban most nem kaptak autót a székesfehérváriak? Ez nem, abszolút nem ezt jelenti, az teljesen egy önkormányzati adomány, egyébként nem 3, hanem 4, abból 3 jelzettel ellátott, egy pedig civil, mindegyik Suzuki Vitara gépkocsi volt. Ugyanúgy az amortizációs cserék megtörténtek Fehérváron is, és számszakilag azt jelenti, hogy 18 gépkocsit cseréltünk amortizációba a Székesfehérvár rendőrkapitányságon. Hogyan zajlik majd, ha a Fejér megyei rendőröknél a karácsony? Hát ők biztos nem nagyon fognak pihenni. Van-e a határszolgálat? Hogyan töltik majd az ünnepeket a rendőrök? Én nagyon remélem, hogy békésen, esemény nélkül fogják tölteni, természetesen szolgálat az lesz, mint ahogy minden más napokon is van, 24 órában látjuk el a feladatainkat. Határszolgálat is lesz, tehát megy megerősítő erő Fejér megyéből és határszolgálatra karácsonykor, de én nagyon bízom benne, hogy a kollégáimnak kevés dolga akad majd ezekben a napokban. Mennyire speciális ünnep egyébként a rendőröknél a karácsony, vagy az egyik családnál, tehát hogy a családjuknál ünnepelnek, vagy tényleg együtt, ahogy szokták mondani, azért a rendőrség is egyfajta családot alkot. Hát én úgy gondolom, a karácsony az alapvető családi ünnep, tehát mindenki próbálja ugye a saját mikrokörnyezetébe ezt a lehető legjobban eltölteni. Igyekszünk a szolgálatokat is úgy szervezni, hogy a váltások úgy történjenek meg, hogy szenteste is, aki leadós, az még akkor este tudjon a családjával lenni, aki pedig ugye felveszi a szolgálatot este, az is még előtte meg tudja oldani az ajándékozást. Talán a szilveszter az, amikor talán jobban jellemző, hogy inkább együtt töltik kollégák, ugye a baráti társaságok, azok szokták ezt inkább kihasználni. Szolgálatban esetleg van-e ilyenkor valami a kapitányságon szokott lenni? Persze, hogyha nincs esemény, hogyan történhet ez? Azt gondolom, hogy igen, de természetesen alkoholmentes pezsgővel szoktak a kollégáim kocintani, mint ahogy mi ezt megtesszük az utolsó munkanapon is a főkapitányságon, 29-én délelőtt 10 órakor én és az összes kollégámat szeretettel várom a tornaterembe, ahol egy rövid évértékelés követően mindenkivel szeretnék kocintani, aki aznap dolgozik.
Na és akkor most nem a főkapitányt kérdezem, hanem a rendőrt. Azt hiszem, hogy ennyi év alatt, és tényleg emlékszem, hogy ezt a Szamár létrát azt rendesen kiállt a főkapitány úr. Szóval egy történetet szeretnék így a beszélgetés végére, egy karácsonyit vagy egy szilveszterit, ami így munkában telt annak idején. Biztosan van. Hát mondjuk nem annyira könnyű ezt így felidézni, de én ezt most megvárnám. Hát sajnos a rendőrnek az élete az olyan, hogyha esemény történik, az teljesen mindegy, hogy karácsonykor, szilveszterkor van, akkor is menni kell és rendezni. És hát inkább azt gondolom, ez egy kicsit negatív dolog, hogy hiszem karácsony másnapja volt, egyszer még szekszárdi, talán bűnügyi osztályvezető voltam, és akkor történt egy tragikus haláleset az egyik településen, aminél nem lehetett eldönteni azt, hogy ott esetleg önkező vagy idegenkező az esemény, és akkor hát karácsony ebédkor a szüleimnél tartózkodtam, amikor kaptam a telefonhívást, felálltam az asztal mellől, beültem az autóba, bementem a szolgálati autóba, kimentem a helyszínre, szakértőt kivittem magammal, elvégeztük a dolgunkat, és utána hazamentünk, és folytattuk a karácsonyt. Tehát ez azt gondolom, hogy nem kiszámítható így nálunk, és hogyha most 24-én este lesz olyan, ami a főkapitányt is érint, akkor 24-én este a főkapitánynak menni kell. Ne kelljen menni, azt kívánom. Én is ezt kívánom. Köszönöm és összes kollégámnak ezt kívánom. És boldog ünnepeket a nézőknek, és azt kérem én is, és azt remélem, hogy mindenkinek tényleg szeretetteljesen és békésen fog eltelni ezek az ünnepek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Tetszik vagy nem, a magyar ember hangosan búcsúztatja az új évet és köszönti az új évet, a következő témánk pedig nem lehet más, mint a szilveszteri tűzijátékozás. Hangos és látványos tűzijátékkal ünnepelték a 2017-es esztendő eljövetelét Székesfehérváron. Sok száz tűzijátékot vásároltak akkor a városlakók azért, hogy szilveszter éjjelén örömet szerezenek maguknak, és gyaníthatóan az idén sem lesz ez másként. Ezeket az eszközöket azonban csak meghatározott időben lehet használni, és amik nem robbantak fel, vissza is kell vinni az árusító helyekre. Petárdázni továbbra is tilos, egy durranásért akár 100 000 forintot is lehet bírságként kifizetni. A törvény 4 kategóriába sorolja a pirotechnikai eszközöket, és mindegyik típusban más-más szabályok vonatkoznak a felhasználásra és a tárolásra is. Négy típus van tehát, a részletekről, illetve a pontos jogszabályokról fogunk most beszélgetni nem mással, mint Kreisinger Kornéliával, pontosabban Nellivel, hiszen ezt kérte, hogy így szólítsam majd a műsorban, rendőralezredes és az igazgatás rendészeti kiemelt főelőadója a Fejér megyei rendőrfőkapitányságnak. Sok szeretettel köszöntöm. Üdvözlöm én is a nézőket, jó estét kívánok! Négy típus, és a bírság most már nem 100 000 forint a maximálisan kiszabható, hanem 150 000, de akkor kezdjük az elejéről. Mi ez a négy típus, és melyik leginkább szilveszteri? Ha megengedi, akkor egy saját sztorival kezdeném, mert mintha csak tegnap történt volna, hogy egy bevásárló központba, így december 29-e környékén azt tapasztaltam, hogy rengeteg nagy sor, hatalmas sor, és egy idős néni és bácsi kérdezi a feleség, a férjet, hogy te papa, mi ez a nagy tömeg ott, mire várnak vajon? A biztos halat árulnak. Halat? Hát azon karácsonynak már vége van. És akkor nem bírtam megállni, és mondtam, hogy pirotechnikai termékeket lehet vásárolni. De mi az a pirotechnikai termék? Hát akkor ezek a tűzijátékok, amiket lehet vásárolni, ezeket december 28-ától december 31-ig lehet megvásárolni, általában a bevásárlóközpontokban, ideiglenesen felállított konténerekben, és december 31-én lehet felhasználni. Na most, ahogy említetted, 4 pirotechnikai osztály van a tűzijátéktermékeknek. Ezeket, ha részletesen sorba vesszük, az egyes osztályba tartozó termékek, azok a játékos pirotechnikai termékek, ezek nem járnak zajhatással és hanghatással. Torta tűzijáték. Például, igen, beltéren is használható, 14 éves kor, tehát a korhatárban megszabva, vagy 14 éves kortól egész évben megvásárolhatóak. Akkor 8 éves szülinapra ne adjunk ilyet, csak vicceltem. Lehet, de a felnőttnek kell, tehát a felnőtt jelenlétben kell akkor azt meggyújtani, azt a gyertyán, tehát a tortán azt a gyertyát. De ezt cukrászdában is akkor meg lehet vásárolni.
Aztán vannak a kettes pirotechnikai osztályba tartozó termékek, ezek is szintén egész évben megvásárolhatóak, ezeket már szabad térre lehet csak felhasználni 16 éves kortól. Az még nagyon fontos, hogy nettó 1 kg hatóanyag tartalomig. És akkor elérkezünk a szilveszteri időszakhoz, a 3-as pirotechnikai osztályhoz. Ezek a termékek már csak nagykorú személy által felhasználhatóak és megvásárolhatóak, és kizárólag ezen a napon, tehát csak december 31-én 18 órától január 1-én reggel 6 óráig lehet a közterületen felhasználni ezeket a termékeket, és csak nagykorú személyeknek. És hát nyilván nem véletlenül ilyen szigorúak a szabályok. Mennyire gyakori, hogy balesetek történnek a tűzijátékok miatt, és hogyan érdemes használni ezeket a termékeket? 2013-ban történt a jogszabályban egy módosítás, amikor a bombák átkerültek a negyedik kategóriába, amiről nem beszéltem. Azért nem beszéltem, mert teljesen tiltott, tehát azokat csak pirotechnikusok használhatják fel, mert azok már azok aztán már tényleg szaktudást igényelnek. Addig lehetett bombát is vásárolni. Na most a bombákról azt kell tudni, 13 hogy... 13 mentem a boltba, és kérhetem nem, bombát. Nem, tehát nem. Tehát az évvégi árosítás Bilános. Során voltak bombák is, amiket úgy kell elképzelni, hogy vetőcsőbe egyenként beleraktak, és egyenként indítottak. Na most ezek átkerültek mind 4-es kategóriába, tehát egyáltalán nem lehet vásárolni bombákat már, illetve petárda, minden nemű petárda tilos. Tehát semmilyen petárdát nem lehet kereskedelmi forgalomba magánszemélynek megvásárolni. Ennek nyilván az elsődleges oka az volt, hogy késleltetett indítások, és nagyon-nagyon sok baleset történt belőle. Képzeljük el, hogy a késleltetett indítás miatt mondjuk egy eleve a szilveszteri hangulatban egy felfokozott hangulat, idegállapot, alkoholfogyasztás, így van. Várták, hogy elindul ez a termék, nem indult persze, mert késleltetett, ahogy mondom, az időtartama. Benézek. Így van, sajnos nem egy ilyen baleset történt, hogy a bomba viszont akkor lépett működésbe, és nagyon súlyos maradandó károsodást okozott. Petárdára is visszatérnék. A petárda rengeteg késsérülést okozott, kézroncsolódást, tehát ezeknek a termékeknek az árusítása szigorúan tilos, és a kollégáim nagyon szigorúan ellenőrzik is ezeknek a, tehát hogy az illegális termékek kiszűrését, illetőleg a bírságolás sem elhanyagolható. Ugyanis ha azt tapasztaljuk, hogy illegális terméket foglalunk le valakitől, vagy azt felhasználja jogszabálytól eltérő módon megenged, tehát a nem 31-én mondjuk a 3-as termékeket, ha a szabálysértési eljárás indul feljelentés alapján, akkor bizony akár 150 ezer forint bírságot is kiszabhat az eljáró előadó. Ha helyszíni bírságra kerül sor, felnőtt esetében 50 ezer forint, fiatalkorú is lehet bírságolni, 25 ezer forint bírságot ki lehet szabni rá. És természetesen az illegális úton szerzett tűzijáték termékek elkobzásra kerülnek. A helyszínen elvételre, aztán a későbbiek során elkobzásra kerülnek. Tehet-e valaki bejelentést, hogyha hallja, hogy petárdát durrogtatnak, vagy nem jókor használják ezeket a pirotechnikai termékeket? Igen. A szomszédba, vagy küldjek le valakit, hogy fényképezze le, hogy éppen illegális cselekmény, vagy mit csináljunk? Jó, köszönöm a kérdést. Igen, ez nagyon jó kérdés. Tehát még egyszer arra szeretném tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy az 1-es, 2-es termékeket minek után azt egész évben meg lehet vásárolni, és fel lehet használni, ugye életkor mondtam, hogy 14 éves kor, illetve 16 éves kor, a magánszemélyek a saját udvarukban, akár december 28-án, akár január 5-én, akár április 12-én, tehát magánterületen bármikor az 1-es és 2-es termékeket használhatják. Tehát ha olyan bejelentés érkezik a rendőrségre, hogy egy ilyen kisebb fajta durroktatásokat hallunk, amiről nem nagyon tudjuk, hogy micsoda, az még nem biztos, hogy szabálysértés, mert ezeket a termékeket szabad használni, csak nem, ezt szeretném hangsúlyozni, nem közterületen. Közterületen csak és kizárólag december 31-én az említett időpontban. Ezzel kapcsolatban is történt már egy, érdekes, nem is tudom, hogy elmeséljem, de aztán elmesélem tanulságként, mert most egy ilyen esetünk van, hogy az egyik faluba, az egyik Fejér megyei kis faluba
az egyik szülőnek tudomására jutott, hogy petárdát árul egy másik személy, nevezzük Józsinak. És a kisfiát, aki még 14 éves sincsen, hogy erről bebizonyosodjon, elküldte, hogy itt van fiam 1000 forint, menj el Józsi bácsihoz, aztán próbáljuk meg, hogy tényleg árulja. A gyerekét elküldte petárdát vásárolni? Így van, már itt nagyot hibázott. Tehát ilyet felhívom a kedves szülők figyelmét, hogy ilyet ne tegyenek, mert tehát ez már egy felbújtás, egy szabálysértésre felbújtás. De aztán majd mindjárt elmondom a végét a történetnek, mert ő jót akart. Hát kapott is a gyerek petárdát, ment haza a petárdával, nagyon nagy szerencse, hogy útközben nem csinált vele semmit, nem akarta kipróbálni, hanem az apukájának szót fogadt és csak hazavitte. És az édesapa azonnal értesítette a rendőrséget, hogy petárdát talál, tehát bizonyítottan itt a petárda, hogy árulják. Na most ő bajban van, hiszen azon felül, hogy felbújtó, szabálysértést követel, hiszen birtokolja azt a petárdát, ami tilos, tehát ami nem legális, tilos egyáltalán bárkinek is magánál tartania. Tehát vele szemben is meg kell indítani a szabálysértési eljárást, mind a mellett, hogy Józsi bácsira nem is biztos, hogy rá fogjuk tudni bizonyítani, hiszen számlát nem adott, nyugtát nem adott. Tehát igazából még van egy ismeretlen eljárás alá vont személyünk is. Értjük mi a szándékot, és nyilván korlátlanul enyhíthető így a büntetés, de akkor is ezt tudomásul kell venni, hogyha ilyen van, hogy ugye a faluba gyorsan terjednek a hírek, hogy valaki petárdát árul, vagy autócsomagtartójából, ez már legyen gyanús, hogyha valaki az autócsomagtartójából szeretne tűzijátéktermékeket eladni, ne vegyük meg. Nyilván akkor az lehet a tanúság, hogy a rendőröknek szóljunk így ilyen van, esetben. A körzeti megbízottat biztosan ismeri, vagy pedig tegyen bejelentést a 107-es vagy a 112-es hívószámon, és a kollégáim mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a jogsértő magatartást tanúsító személyeket kiszűrjék. Nagyon szépen köszönöm, Nelly, hogy eljött hozzánk ide a stúdióba, és hát nyugodt ünnepeket kívánunk. Köszönöm szépen. Autóval kezdtük a műsort, és tulajdonképpen egy kicsit autózással is folytatom. A mai rendőrünk, akit megismerhetnek egy kicsit jobban, egy vérbeli zsaru, és nem csak azért, mert körzeti megbízottként dolgozik, hanem azért is, mert még a szabad idejében is rendőrösdit játszik. Valóban kapott a rendőrség új autókat, azonban senki ne rémüljön meg, ez a darab nem az új beszerzés része, de nem is archív felvételeket mutatunk önöknek. Palotaváros körzeti megbízottja 26 éve rendőr, és ahogy ez lenni szokott, Nyirádi Zoltán is gyerekkorában döntötte el, ha felnőtt, zsarunak áll. A főtörzászlós azonban nem csak hogy teljesítette gyerekkori álmát, szívesen nosztalgiázik is arról az időről. Például egy saját maga által épített 80-as évekbeli csíkos autóval. Amikor én kölyök voltam még, akkor ezek a rendőrautók szolgáltak. A 80-as években ezekkel a körlámpás ladákkal jártak rendőrök, és nekem nagyon megtetszettek akkor is már, akkor is elhatároztam, hogy rendőr leszek, és ezt végig is vittem, és jelenleg a testületnél dolgozom. Valójában autószerelő a végzettségem, de sokat én szerelni nem szereltem, mert azonnal a másik pályát választottam, de innét is van azért az autók szeretete valamennyire, és ahogy mondtam, hogy én nagyon sok rendőrautót láttam gyerekkoromban, és onnan tetszettek meg. Ez egy 85-ös kiadású Lada 1002-es autó, ami megfelel annak a kornak a rendőrautójának. Sajnos ez nem igazi rendőrautó volt, hanem én csináltam ezt belőle. Olyat már nem lehet kapni, ami igazán de ott szolgált, azok már talán bontóban vannak. Ebből én csináltam nagy sok-sok segítséggel ilyen autót, amit most egy kinézést láttok. Nem kis munka van benne, nem kicsi pénz van benne, de én azt gondolom, hogy megérte, és szép lett, és jól sikerült. És amit láttok, ez teljesen korhű minden rajta. A villogók, a sziréna, a belső része, a rádió, minden. A
felújítás az nem volt egyszerű, nagyon nehéz már beszerezni ezeket az alkatrészeket hozzá, akár a villogókat, akár a tölcséreket, ami a hangot adja, vagy a sziréna egységet, vagy akár az autó hátuljában látható megállítót, ezt nagyon nehéz volt beszerezni, nagyon sok kapcsolat kellett hozzá, nagyon sok segítség, de aztán végül is csak sikerült. Mindenképpen sikerélményt ad, mert tudom, hogy a kezem munkája van benne, a szervezésem van benne, meg hogy nagyon sok kapcsolat kellett hozzá mozgósítani, hogy ebből bármi is legyen. És igen, igen, hogyha most ezt megvettem volna egybe, az nem jelenti ugyanazt, mint hogyha én raktam össze, és minden egyes mozzanatánál ott vagyok, a festőnél, hogy csinálja már, a lakatos, hogy lakatolja már, és mindenhol ott kellett lenni, és mondani kellett, hogy akkor csináljuk, csináljuk, csináljuk. A járgány minden alkatrésze és a felszerelések is működőképesek, de rendszám nincs a kocsin, így az úton biztosan nem találkozhatunk vele egyelőre. Szeretnék rá egy OT vizsgát megcsináltatni, mert már abban a korban, hogy meg lehet rá csináltatni, illetve egy muzeális vizsgát, ami azt jelenti, hogy így, ahogy most van felcsikozottan, villogozottan, rendőrautóval közlekedhet a közúton, csak ehhez még sokat kell gyűjteni, ez nagyon sok pénzbe kerül, és nagyon-nagyon macerás, hogy ezt meg lehessen csináltatni. És ha meg lesz, akkor talán a legtöbben egy rendőri ellenőrzésen bánnánk, legalábbis, ha ez a kocsi állítana félre bennünket. Poén szinten elmehetne, hogy megyek vele egy kört a Palotvárosban, amikor mindenféle rendszáma engedélyi meg lesznek, akkor mehetek vele egy kört, de az, hogy én ezt szolgálatban használjam, az nem lehetséges, az rendőrség már nincsen forgalomban ez az autó. A Lada felújítása befejeződött, Nyirádi Zoltán hobbija azonban korán sem. Lesz egy 89-es rendőrkocsi is, és a további tervek között egy Golf felépítése is szerepel. Nem Ladával, de megérkezett hozzánk a stúdióban Nyirádi Zoltán címzetes rendőr, főtörzsőrmester, Palotaváros körzeti megbízottja. Sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Jó estét kívánok a nézőknek, szia! Úgy láttam én, miközben nézted ezt a bejátszót, mintha egy gyerekedet néztél volna így a televízióban. Milyen volt egyébként visszanézni? Nagyon jó volt visszanézni. Ez mindig egy élmény. Ahogy elmondtam ebben a kis interjúban is, hogy ez az autó, ez nekem nagyon fontos dolog. Nagyon szeretem, és tényleg sok munka van benne, hogy így néz ki, és ilyen lett belőle. Nagyon jó egyébként, hogy amikor akár rendőrnapon, akár valamiféle rendezvényen lehet látni, ahogy a gyerekek teljesen oda vannak érte. Tehát a legkisebbek még azt sem tudják, hogy létezett ilyen autó. Hát az idősebbek meg tudják, és pont azért szeretik. Igen, ez tényleg így van. Sokkal többen megnézték, én úgy láttam, mint az új autókat, mert ez mindenkinek egy kicsit különlegesebb volt. Ilyen új autót láthatnak többet is, de ezek a Ladák már nincsenek forgalomban, és ebből kevesebbet láthatnak. Beszéljünk egy kicsit a mindennapi munkádról, aminek tulajdonképpen csak az autón lévő csíkokhoz, tehát a rendőrséghez van köze. Az imént beszélgettünk a tűzijátékok kapcsán, akár a körzeti megbízottak felelősségéről is. Szokott-e hozzád egyébként ilyen lakossági kérés eljutni? Nyilván a körzeti megbízott az a rendőr, aki tulajdonképpen a szó egyszerűbb formájában, tehát az igazi rendőr, az egy körzeti megbízott, ott vagy a városban, folyamatosan tudnak megszólítani téged. Milyen jelzések szoktak hozzád érkezni? Igen, én leteltem, akkor ott vagyok a körzetemben, a Palotavárosban, illetve a belvárosban, gyalogosan teljesítek szolgálatot, pont azért, hogy az emberek megtaláljanak, ha bármiféle problémák van, akkor tudjanak hozzám közvetlenül fordulni. Meg szoktak keresni dolgokkal, igen, ez most ilyen idény jellegű dolog, hogy rakérta petárda, ezen is megkeresnek, ezt elég nehéz azért megcsípni, hogy kit verdárdázik és kirakétázik, mert mi odaérünk, addigra már nincsen csak a nyoma. De én is felhívnám a figyelmét mindenkinek arra, hogy ez veszélyes, és nem azért nem szabad, mert a rendőr szól érte, hanem mert ezek veszélyes dolgok, és avatatlan kezekben felrobbanhat, balesetet okozhat, mindenki dolga integet attól, hogy ilyeneket próbálgasson és játszon vele. A bejátszásból is kiderült, hogy 26 éve vagy rendőr, gyerekkori álom volt,
miért jó rendőrnek lenni? Nyilván ez egy olyan dolog, amire lehet sablonosan válaszolni, vagy nem lehet válaszolni, nagyon nehéz, de mégis a civil embereket azt gondolom, hogy nagyon érdekli, hogy ez a hivatás, ez honnan jött, és miért tart még mindig. Erre tényleg elég nehéz válaszolni, hogy miért. Nekem az apám is rendőr volt, tehát van a családban, akitől én ezt láttam, és hallottam, és tapasztaltam, hogy ő hogyan dolgozik, miként van ez, sokat mesélt róla, volt, amikor elvitt a rendőrautóval is egy körre, tehát ezért van abból valami, hogy miért jó rendőrnek lenni. Ladával egyébként? Ladával, igen, ők akkor még ladával jártak. Nagyon keményen ladával jártak. Hogy miért jó rendőrnek lenni? Hát segíteni az embereken mindenképpen, fontos ez a dolog, és tényleg azt szem előtt tartani, hogy szolgálunk és védünk, és hogy lehetőleg tényleg segítő szándékkal próbáljunk hozzájuk állni. És bizalommal forduljanak hozzánk, bármiféle problémájuk van, ha nem is mi tudjuk megoldani, de tanácsokat ellátjuk őket, hogy melyik hatóságot keressék meg, vagy hogyan lehetne ezt a dolgot előre mozdítani, az ő problémájuk. Ez az egyik része, hogy tudsz segíteni az állampolgároknak, de a másik része nyilván az pedig a jogszabályok betartása. Mit jelentenek neked a törvények és a jogszabályok? Én azt gondolom, hogy a jogszabály és a törvények nagyon fontos dolgok, ez alapján kell élni, mert ha nem lennének jogszabály és törvények, akkor káosz lenne. És ez mindenkire vonatkozóan be kell tartani ezeket a szabályokat, és ezek fontos dolgok számomra. Nyilván nap mint nap, tényleg szerintem Székesfehérváron élők többsége ismer téged is, és találkoznak veled. Melyek voltak a legemlékezetesebb eseteid, amik nyilván hozzánk civilekhez kötődnek? Hát nagyon sok esetem volt, ugye 27 év alatt, 26 év alatt. Hát nem tudom, melyiket meséljem el nektek. Az egyiket. Volt egy olyan történet, amikor egy iskola betöréshez riasztottak bennünket, ez a ligetsori iskola volt, hogy megszólalt riasztó, feltétlenül ment az elkövető, és kimentünk, és megpróbáltuk felkutatni, hogy hol történt a betörés helye, ki lehetett az elkövető. Bementünk a kollégámmal az udvarba, a lámpával átvizsgáltuk az ajtókat, ablakokat, hol mehetett be, és akkor láttuk, hogy egy személy elfut mellettünk, kiugrik a kerítésen, és megy a tó irányába. Akkor mi természetesen azonnal utána indultunk, hogy ő lesz az elkövetőnk, és a polgárok pedig ott támaszkodtak alőrháznál, és kérdezték, hogy mi van, fiúk, sportolunk, futkározunk így éjszaka? Hát mi mondtuk neki, hogy nem a sportról szól, inkább gyertek segíteni, és fogjuk meg a betörőt. És így közös erővel meg is sikerült fognunk a bregyó mellett. Úgyhogy meg lett az iskola betörőnk. Azért ez viszonylag ritka, hogy így ennyire forró nyomon, vagy ennyire gyorsan tudomást lehet szerezni egy bűncselekményről, és ilyen gyorsan kézzel keríteni az elkövetőt. De volt még tuti, még egyet kérek szépen. Aha. Hát a pályadvaron is gyakran látnak az emberek, ez ott történt. A gyalogátkelőhelynél egy idősebb nénike nézelődött, tájékozódott. Én pedig oda mentem hozzá, miben segíthetek, és mondta, hogy busszal szeretne elutazni. Hát én szépen fogtam a karját, amikor zöld lett a lámpa, és átkísértem a túloldalra, és a nénike megállt, és nézett visszafelé, és nem értettem, mi a probléma, és kérdeztem, hogy mi történt. És mondta, hogy hát mert ő a túlsó oldalon szeretne felszállni a buszról, éppen átkísértem. Visszakísérted utána? Visszakísértem természetesen, hogy tudja folytatni az útját, amire menni szeretne. Milyen karácsony lesz az idei, illetve milyen szilveszter, dolgozol-e? Hónap megyünk a határa, meg kell erősíteni a határt, én ott fogom a karácsonyomat tölteni, a szilvesztert pedig majd itthon. Akkor ez egy olyan karácsony lesz, amikor tulajdonképpen a rendőrséggel ünnepelsz. A kollégámmal együtt. Az is egyfajta család? Igen, én azt gondolom, hogy a rendőrség is egy család, egy közösség, őfelől fogom a karácsonyomat tölteni. Nyugodalmasat kívánok. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és megismerhettünk. Kedves nézőink, ez volt a Kéklámpások a Köztérben decemberi adása. Kérem Önöket, hogy tartsanak velünk egy hónap múlva, ugyanekkor, ugyanitt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!